Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, folytatódik a Középpont, a mikrofonnál Longauer András, hallhatjátok. A következő beszélgetésünk témája pedig Izrael lesz, visszatérünk az izraeli kormányválság kérdésére, ahogyan erről már egyébként több beszélgetést is hallhattak a kedves hallgatók. Most leginkább azt járnánk körül, hogy mi idézte elő a kormányválságot, milyen kül- és belpolitikai vonzatai lehetnek, ezeknek az eseményeknek a szereplői, illetve esetleges szerepcserékről és további várható változásokról fogunk beszélgetni, és a beszélgető partnerem pedig Sugyanyi Dávid lesz, a Hetek újságírója, aki majd minden reményeim szerint választ tud adni majd ezekre a kérdésekre. Szervusz Dávid, köszöntünk a műsorban. Szervusz András, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is. Első kérdésként talán onnan közelíteném meg a témát, és onnan kezdhetnénk talán azon kedves hallgatók kedvére, akik esetleg nincsenek azzal tisztában, hogy a mostani kormányválság minek a következményei és milyen körülmények között alakult ki, hogy ez pontosan hogy történt. Ugye azt tudjuk, hogy ez már nem az első kormányválság Izrael államának mostanában mért történetében, viszont mi áll pontosan a háttérben, ezúttal mi okozta? Igen, valóban, ahogy mondod, nem ez az első válság az elmúlt pár évben, sőt azt kell mondanunk, hogy most már 3,5 év óta folyamatos belügyi válsággal szenved az izraeli közélet, és valóban mindegyik válságnak megvan a maga sajátos oka. Mindegyik ok mögött meghúzódik egy általános ok, amiről majd beszélünk, amit én a legfőbb konzervatív pártnak, a Likud elnökének a elutasításában látok, tehát Netanyahu-nak a személyével kapcsolatos ellentmondásokban, illetve mindig van akad valamilyen közéleti adott válság, egy közéleti probléma, ami az adott éppen akkor soron következő parlamentális válságot előidézi. Ilyen volt korábban például a ortodoxok, ultraortodoxoknak, tehát a vallásos zsidóknak a jogállása Izraelben, ugye nekik egy sajátos különállásuk van, nem feltétlenül kell a hadkötelezettségben szerepet vállalniuk, vagy az adózásban, közterhek viselésében, hanem ő nekik a szellemi tevékenységüket értékeli az izraeli állam, és ez természetesen a szekuláris oldalon ez elfogadhatatlannak bizonyul. Tehát korábban voltak ilyenek. A mostani helyzetet kifejezetten az úgynevezett telepes mozgalomnak a kérdése robbantotta ki. Ugye erről azt kell tudni, hogy a nemzetközi jog szerint Izraelnek bizonyos területei, elsősorban a Jordánnak a nyugati partvidéke, amit a angolul is West Banknek, tehát nyugati partnak, történelmi nevén Cisjordániának, izraeli nevén Judeának és Szamáriának nevezünk. Ezt a területet a nemzetközi jog úgynevezett megszállt területekként tartja számon. És mint ilyen, erre a úgymond megszállóknak, ami ugye ezen esetben Izrael, nem szabadna, vagy csak nagyon korlátozott módon, meg nagyon meghatározott módokon szabadna betelepülnie. És ugye etéren az úgynevezett telepes mozgalmat, amely Judeát és Szamáriát Izrael szuverén állami területeként értelmezi, teljesen illegitimnek tulajdonították a nemzetközi szinten. Természetesen nem érdemes most belemenni ebbe a nemzetközi jogi vitába, én nem értek ezzel egyet sem, a megszállásnak a konstrukciójával, sem a telepes mozgalom, mint olyan teljes elítélésével. Tény, hogy a jelenlegi mainstream, tehát főáramú nemzetközi jog alapján sok jogsértés zajlik a úgynevezett megszállt területeken, honfoglalásnak nevezik sokan, illetve a palesztin állam, lehet a jövőbeli potenciális palesztin állam területnek az elvételét látják ebben. Lényeg az, hogy az izraeli társadalom is nagyon megosztott ebben. Nyilván az inkább jobb oldalra hajló társadalmi réteg, aki egyébként többségben van és a Likudra szavaz főleg, ők maximálisan, vagy hát nem is maximálisan, de jó részt támogatják a telepes mozgalomnak az érvényesülését. Nyilván a baloldalon, akik általában a nemzetközi trendekhez alkalmazkodnak és adaptálódnak, ők természetesen maximálisan illegitimnek, illegálisnak tartják ezt a tevékenységet. Az izraeli kormány mindig, minden kormány el kell, hogy fogadjon, bizonyos évent el kell fogadni egy úgynevezett telepesekről szóló kormányzati direktívát, amely rendezi újra és újra a telepeseknek a jogi helyzetét. És ez az, ami most belekerült a levesbe, úgymond itt a jelenlegi közjogi válságot ez robbantotta ki, hogy ezzel most mi legyen, ugyanis Netanyahu maga elkezdett egy nagyon érdekes politikai játszmát ennek kapcsán. Az a lényeg, hogy Naftali Bennett, az előző miniszterelnök, aki most köszönt le, ő nem tudta teljes mértékben azt az álmot megvalósítani, amit ő szeretett volna, és végül lemondott.
És ugye a következő, hogy mondjam, a következő csapat, vagy a következő vezető, kikről beszélhetünk ebben a tekintetben? Ugye Jair Lapid az, aki most ugye leváltotta Naftali Bennettet, ugye a beszélgetésünk készült, akkor egyébként éppen Franciaországba látogat. Két kérdésem lenne ennek kapcsán, hogy Lapid mennyire tervez beleszólni külpolitikai kérdésekbe az alatt az idő alatt, ami most ő, úgymond, ha akár átmenetileg vezetői pozícióba került, illetve mit várhatnak tőle az ország állampolgárai, tehát mit tűzött ki célul a vezetése idejére? Hát nyilvánvalóan ez egy átmeneti kormányzás most jelenleg, ugye, hogy még szólt is a köztük lévő koalíciós megállapodás, tehát ő november 1-ig kap biztosan kormányfői széket, mert ugye az új választást a Knessetnek, tehát az izraeli parlamentnek a feloszlatásával ki kellett tűzni egy új választási időpontot, ami november 1-ére esik. Egészen addig lesz ő átmenetileg kormányfő, ebben viszonylag kevés mozgástér van, de őróla tudjuk, ő mindig is azt hirdette, hogy különböző nemzetközi trendeknek megfelelően ő hirdetni fogja a különböző szociális intézkedéseket, mint például az inflációnak a csökkentése, amihez egyébként hát sok szerencsét kívánunk ebben a világgazdasági helyzetben, mert ezt ember legyen a talpán, meg kormányfő legyen a talpán, akinek ez sikerül most, illetve például ugye az ingatlan áraknak, bérleti díjaknak a csökkentését szeretné ő, ezzel kezdődött az ő karrierje, politikai karriere már annak idején is, amikor Tel Aviv a világ egyik legdrágább városa lett, ugye voltak a Tel Avivi tengerparton különböző úgynevezett sátras demonstrációk, és akkor ő ott híres lett. Érdekes egyébként az ő sorsa, nagyon sokban hasonlít az ukrán elnökhöz, Zelenszkijhez, nem csak azért, mert mind a kettőnek kelet-közép-európai kötődése van, hiszen Lapidnak ugye az apja magyar származású újvidéki, hanem azért is, mert a show businessből kerültek be a politikába, és valahogy ennek megfelelően is csinálják a politikájukat. Az időzítés nem is lehetne rosszabb, mert ugye Joe Biden amerikai elnök, aki rettenetesen ellenzi a telepes mozgalmat és mindent, amit az izraeli jobboldal gyakorlatilag képvisel, pont most pár héten belül még ebben a hónapban Izraelbe fog látogatni, és nagyon kellemetlen, hogy ez pontosan Lapidnak a átmeneti kormányfősége idejére fog esni, tehát biztosak lehetünk abban, hogy külpolitikailag aktív lesz Lapid, és abban sem, azt sem zárhatjuk ki, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ha csak esetleg ilyen rövid is lesz az ő kormányfősége, de akar egy örökséget hagyni, és ezért a jobboldaliak és különösen a telepesek azon aggódnak, hogy Netanyahu elszámolta magát, tehát ugye Netanyahu volt most az ellenzéki vezető, amúgy rekordidejű, hosszúságú miniszterelnök volt egészen a tavalyi belügyi válságig. Ő volt az, aki meglékelte ezt a telepes direktívát, nem azért, mert nem értene egyet vele, hanem mert tudta, hogy ezzel kutyaszorítóba futtatja Naftali Bennett most lemondott miniszterelnököt, mert ugye azért ő is jobboldali, és támogatja a telepes mozgalmat, sőt ő a telepes tanácsnak az élén ült éveken át. Ezért tudta, hogy nem fog olyan döntést hozni, ami a telepesek ellen van, ezért inkább lemondott. Tehát az első programpontja sikeres volt Netanyahu politikájának, valóban Naftali Bennettet sikerült lemondásra kényszeríteni. Csak hogy most itt van a következő, hogy vajon sikerül-e Netanyahunak egy kormányzó képes többséget felállítania, egy olyan szövetséget létrehoznia november 1-ig, ami Lapidnak a rövid uralmát esetleg gyorsan el is söpri. Ez egy nagyon nagy kérdés és egy óriási politikai hazárdjáték. Netanyahu szerepére egy percen belül még visszatérnénk, viszont még egy olyan kérdésem lenne, hogy Izraelen jelen pillanatban azért talán elmondható, hogy van egy jelentős mennyiségű külpolitikai nyomás. Moszkvával sem éppen talán rekord biztos a viszony, illetve az iráni atomtárgyalások sem kerültek még le teljesen az asztalról, illetve egyéb ugye régióban aktuális külpolitikai kérdések is természetesen folyamatosan aktívan az asztalon vannak. Ezekben a kérdésekben vajon Lapid helyt tud állni, vagy helyt akar állni, illetve akar egyáltalán másfél álláspontot képviselni, vagy bármit változtatni az elődjeihez képest ezekben a kérdésekben? Ez azért jó kérdés, mert valóban, ha különböző háborúkat leszámítjuk, különösen az a 73-as Jom Kippur háborút, ami tényleg egy egzisztenciális válság volt Izrael számára, ezeket az időszakokat leszámítva, békeidőben talán ekkora válság és ekkora külső nyomás még sose volt Izraelen.
nagyon-nagyon aggasztó az a külpolitikai irány, amit Joe Biden amerikai elnök képvisel. Nem csak azért, mert hogy az iráni atomprogramnak az egyezményébe újra vissza akar állni, nem csak ez az egyetlen probléma, az is probléma, hogy miközben az előző amerikai elnök Donald Trump egy üzleti elvűség alapján egy elég életképes békefolyamatot indított el, ami hát fellélegzés volt még az arab világ számára is, hogy végre nem csak a palesztin kérdésen keresztül lehet látni a közel-keleti konfliktust, és ezért hirtelenjében óriási történelmi léptékű békeegyezmények születtek Izrael és arab nemzetek között. Na hát most ennek a paradigmának teljes mértékben ellentmond az, hogy újra visszatérünk a palesztin államiság kérdéséhez Joe Biden alatt, ami egy már majdnem anakronisztikus, és még az arabok számára is egy kellemetlen és kényes és hátuk közepére nem kívánt kérdéskör, mert egyszerűen nem képes egyelőre a palesztin nép államiságra, tehát jelen állapotában ez nem egy kivitelezhető dolog, egy terrorállam lenne, amit proxy módon használna fel Irán és mások, szóval ez így nem egy életképes dolog. Ennek ellenére Joe Biden egyszerűen úgy döntött, hogy ő akkor is ezt a paradigmát fogja nyomni, és ez Izraelre óriási terhet ró. Ugyanakkor meg az a probléma, hogy Izrael a két pólus közé szorult, ahogy említette te is, Moszkva részéről is komoly elvárások vannak. Az ukrán háború eléggé sarokba szorította Izraelt, mert az ukránokkal ők maguk nagyon komoly gazdasági és egyéb együttműködésekben voltak benne, és hogy most hogyan maradjon mindkét országgal szövetséges, mert Oroszországhoz is nagyon sok szárfűzés, ez az igazság, hogy bizonyos úgymond vadakat, tehát Izraelnek a legfőbb egzisztenciális ellenségeit, nemeziseit csak Oroszország tartja vissza. Tehát északról a Hezbollát, észak-keletről az Iránt, és másokat, különböző szíriai kaotikus erőket, csoportosulásokat csak az orosz jelenlét tart vissza. Ha ő ezt a pórázt elengedi, akkor Izrael megint a megsemmisülésnek a szélére kerül. Szóval ebben a helyzetben azt kell, hogy mondjam, hogy megint csak úgy, mint az ukrán helyzetben, nagyon kellemetlen, hogy egy show businessből beugrott mainstreamnek megfelelni vágyó politikai és biztonságpolitikai, katonai tapasztalattal igencsak kevéssé rendelkező ember kell, hogy legyen a kormány élén. Én attól tartok, hogy ez az ember elsősorban azzal fog foglalkozni, hogy a maga népszerűségét megerősítse a november 1-i választásokra. Az pedig, hogy most biztonságpolitikai mi lesz ebből, hát ez egy jó kérdés, ez már ugyan Naftali Bennettnél is nagyon felmerült, hogy senki nem tudta a szándékait pontosan, korábban ő egy szimpatikusnak tűnt sok szempontból, aki kőkeményen kiáll bizonyos nacionalista értékekért, aztán utána ugye összeállt egy olyan koalícióval, ami egyértelműen egy év alatt bebizonyította, hogy életképtelen. Egyáltalán nem elképzelhető, hogy életképes, hogy is mondjam, egyensúlyt fog fenntartani Jair Lapid ebben a helyzetben. Ő számára az első és legfontosabb a saját népszerűségének fenntartása és a kormány fői székének a megtartása november 1-i választásokon. Ebben mi segíthet neki, például a saját baloldali mainstream sajtója, ami Izraelben dívik, illetve az, hogy olyan vezetőkkel találkozik, ugye, mint Macron, Joe Biden, stb., akiknek a megerősítésével, diplomáciai együttműködésekkel, ennek a megfelelő sajtójával úgy tűnik majd, mintha egy komoly megoldás lenne Izrael számára. Végre, hát lássuk meg, nem párják vagyunk, nem Netanyahu, akit mindenkit szid, hanem egy olyan elnökünk van, vagy miniszterelnökünk van, akit elfogad a nemzetközi közvélemény, minthogyha ebben lenne amúgy a túlélésnek az esélye. Ez sosem így volt, ezután sem lesz így, tehát ez önmagában azért, mert bizonyos erők jó szemmel tekintenek a kormányfőre, önmagában nem biztosítja az ország túlélését, a szociális intézkedések sem biztosítják a társadalom túlélését, hanem szükséges lenne egy nagyon életképes gazdaságpolitika, egy nagyon életképes valláspolitika, és még inkább egy nagyon életképes biztonsági és külpolitika. És erre egyelőre semmilyen komoly életképes bátor és Izrael jelenlegi válságában ból kivezető tervet nem láttunk, és nem fogunk látni szerintem.
Ugye ilyenkor térhetünk vissza egyébként Netanyahu esetleges visszatérésére. Ugye több elemzés is pedzegette ezt, rengeteg cikket láttunk ezzel kapcsolatban megjelenni, illetve te is emlegetted, hogy eléggé nagyívű játszmába kezdett Netanyahu. Ugye azt is elmondtad, hogy Lapid esetében nem lehet nagyon előrejelezni vagy felbecsülni, hogy az izraeli egyébként rendkívül több rétegű politikai problémákra milyen megoldásokat fog kínálni. Ugye Netanyahuról sok mindent lehet mondani, de egy dolog ugye általában azért biztos, és ebben a legtöbb elemző is egyetért, hogy ezekre a kérdésekre általában eléggé egyértelmű és karakán válaszokkal szokott előrukkolni. Lehet arra esély, hogy Lapidnak egy esetleges, gyengébbkezű, akár ahogy te is említetted, Bidennel, illetve más politikai vezetőkkel együttműködött, közösen kialakított politikája esetleg visszarúghat az ő irányába? Tehát, hogy Netanyahunak ez adhat esetleges visszatérésre esélyt? Én abszolút úgy gondolom, hogy igen. Mert az az igazság, hogy Izraelben egy olyan sajátos állapot, olyan helyzet állt elő, amit nehéz demokráciának hívni, amikor a legnagyobb párt, akire a legtöbb ember adta le a szavazatát, ellenzékbe kényszerül. Tehát nehéz elképzelni egy ilyen helyzetet Magyarországon, nehéz elképzelni általában azt a politikai helyzetet, ami Izraelben van, hogy ugye senki nem kap akkora többséget, hogy önmagában kormányozni tudjon, ezért koalícióba kényszerül mindenképpen. Ugye a több mint 10 éve kétharmados Fidesz többségben élő Magyarország társadalma számára ez egy kicsit nehezen elképzelhető, hogy a legnagyobb párt nem tud esetleg kormányra jutni, és Netanyahu ugye most ebbe a sajátosan furcsa helyzetbe került, de azért nem szabad őt lebecsülni, a legtapasztaltabb, mondhatnám legravaszabb, legdörzsöltebb politikusról van szó az izraeli palettán, akinek egyébként nem mellesleg sok jó szándékú politikája van, és éppen ezért meg tud szólítani gyakorlatilag bármilyen jobboldali irányt. Még arról is szó van, hogy ez is lehet, hogy pontosan az a Yamina nevű párt, tehát akit a Naftali Bennettnek a pártja, aki most ugye lemondott, ha felmerült, hogy ha esetleg ők már most rögtön kibékülnének Netanyahuval, igazából nem is kellene új választás, hanem azonnal átvehetné egy koalícióra lépett jobboldali egység kormány, vagy egység tömb a kormányzást, illetve a parlamenti többsége. Sajnos ez nem történt, meg ugye a Yaminának nagyon komoly vélt vagy valós történelmi sérelmei vannak a Netanyahu kormányzással kapcsolatban, és egyelőre nem sikerült ezt felülírni. Minden esetre Benjamin Netanyahu ugye most nem is fog indulni már újra a következő választáson, tehát ő visszalépett, és Ayelet Shaked lesz az egész Yamina tömbnek a vezetője, aki már ugye volt Netanyahu alatt igazságügyminiszter asszony. Szóval nem teljesen kizárt az együttműködés, de mondjuk ezen még sokat kell dolgozni, de van is sok hónap addig. Egyáltalán nem lesz könnyű egy jobboldali koalíciót összeverbuválni, ez eddig sem volt könnyű. Az biztos, hogy a vallásosak és az, amit a nemzetközi sajtó szélsőjobbnak hív, én inkább úgy mondanám, hogy már a fundamentalista jelzőt is összerondították, de az ilyen nagyon vallásos, elkötelezett, messianisztikus és egyéb tömörülések, ezek egyértelműen Netanyahu oldalára fognak állni. Az ilyen kicsit billegű jobboldaliak, mint amilyen Gideon Szárnak a pártja csoportosulása, ez nagyon érdekes kérdés, hogy ezekkel mi lesz. Hát, ha valaki, akkor Netanyahu meg fogja tudni győzni őket, hogy nagy a tét, és össze kell fogni. Különösen, ha esetleg Yair Lapid olyan intézkedéseket, vagy olyan egyezményeket köt, ami egyértelműen válságba sodorja Izraelt, egzisztenciális problémákat okoz, akkor erre van esély. A probléma abban áll, hogy a baloldalnak mindig is sokkal jobb volt a PR-ja, mindig is jobb volt a sajtója, sokkal jobban el tudják adni magukat, mert a nemzetközi támogatás sokkal nagyobb, és sokkal nagyobb pénzt dódul bele. Éppen ezért egyáltalán nem biztos, hogy bármilyen hibás politikai lépés történik Yair Lapid részéről, hogy ez kellőképpen közölve lesz a társadalommal. Ez az, amire mondtam, hogy aggasztó, hogy simán lehet, hogy a Biden érkezését és Yair Lapid esetleges egyesség kötését vele, illetve az egyéb olyan útjait, mint amit most ma Franciaországban csinál, stb. Úgy fogják interpretálni a társadalom előtt, mintha ő lenne végre egy sikeres és konszenzusos kormányfő, aki végre egy kicsit békésebb, nyugodtabb időszakot tud hozni Izrael számára. Hogyha ez sikerül átvinni ezt a narratívát, ami egyértelműen egy fals narratíva lesz, akkor hát megeshet, és ettől tart például a ilyesetlen tanácsnak, tehát a telepes tanácsnak az elnöke is, hogy könnyen lehet, hogy november 1-én pontosan az ilyen szemfényvesztések miatt
újra Jair Lapid marad a kormányfői székben. De abban biztosak lehetünk, hogy Netanyahu mindent megtesz ennek ellenében, és a közvéleménykutatások szerint, ha most lenne ezen a napon a választás, akkor ő nyerné meg. Még egy utolsó kérdésként azt érinthetnénk, hogy te is említetted, hogy Biden váltott Trump korábbi stratégiájával olyan kapcsolatban olyan szempontból, hogy újra ugye a palesztin állam kérdése, illetve az ezzel kapcsolatos problémák kerültek fel az asztalra, akár szándékosan irányítottan. Mennyire mondható el azt, hogy az amerikai vezetésnek esetleg lenne favoritja a mostani hatalmi megmérettetések közepette? Jobban járnának egyik vagy másik féllel, illetve ahogy említetted például a diplomáciai csatlakozások, illetve találkozások során, lesz-e szándékukban erre befolyást gyakorolni? Maximálisan biztosak lehetünk abban, hogy a lehető legnagyobb nyomást fogják gyakorolni, amekkora csak belefér nekik most a ukrán válság és egyéb saját energetikai problémáik meg stb. Mellett. Biztosak lehetünk, hogy a külügyminisztériumnak legalább egy departmentje teljes mértékben rá fog állni arra, hogy az izraeli választás befolyásolja, PR és egyéb alapokon. Számukra Jair Lapid is egy jó választás lehet, mert egy kicsit konszenzusosabb az izraeli társadalomban, mint a munkapárt. Nyilván ideológiai alapon ennek a szélső balos amerikai kormányzatnak, mint amit Kamala Harris és a többiek képviselnek, meg úgy általában a demokrata elit. Ő számukra talán a legkézenfekvőbb partner, a munkapárt lenne élén azzal a... Hát, nem akartam tiszteletlejelzőt használni, azzal a hölgyeménnyel, aki Merav Mihailivel, aki az az igazság, hogy a lehető legszélsőségesebb, legellenmondásosabb, mondhatnám már az elmebetegség szintjét súroló világnézettel rendelkezik, aki talán a történetben először nem csak azt, hogy relativizálná a házasság intézményét, hanem konkrétan tiltaná, ahogy egyébként, ha valakinek van fülehallásra a proféciák alapján, akkor egyébként ez egy érdekes dolog, mert eddig sosem merült fel az, hogy konkrétan a házasságot megtiltani, ő viszont erre törekszik, mondván, hogy az egy nőket elnyomó intézmény, a lehető legliberálisabb, sőt inkább azt mondanám, hogy progresszívebb és woke-abb ideológiai irányt képviseli, pontosan úgy, amilyen irányban a demokrata párt Amerikában halad. Ők maximálisan egymásra találnának, csak mivel pont azért, mert ennyire szélsőségesek, azért az izraeli társadalomban nem tudnak ők túl nagy szegmens képviselni egyelőre. Jair Lapid téren konszenzusosabb, ezért valószínűleg ővel is megelégednének úgy, hogy például a munkapárt is benne legyen a kormánykoalícióban. Úgyhogy biztosak lehetünk, hogy számukra a baloldal sokkal kézenfekvőbb, ők ezért fognak kampányolni. Benjamin és Joe Biden biztos vagyok benne, hogy az egekig fogja magasztalni, már Naftali Bennettnek az előző éves kormányzását és most Jair Lapidnak a kormányzásával kapcsolatban a létező legnagyobb reménységet fogja kifejezni, mert hát számára ez egy egyértelmű és adott dolog, hogy ők szövetségesek, úgyhogy nem kérdés, hogy melyik oldalon fognak ők beavatkozni. Érdeklődve várjuk tehát a fejleményeket. Süljenyi Dávid, nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm, minden jót.